Az Ajkai Bonsz Alkatrészgyártó Kft. 695,1 millió forint támogatást nyert a Komplex Technológiai Innováció megvalósítása a Bonsz Kft. Című programban, az új Széchenyi terv keretében. Az 1 milliárd 780 millió forint összköltségvetésű beruházásban több új projekt, innováció és azokhoz kapcsolódó gépbeszerzés valósult meg a jelenlegi gyártócsarnok bővítésével együtt. Az Ajkán tevékenykedő Bonsz Kft. Egy amerikai tulajdonú cégcsoport egyik tagja. A cégcsoport 10 elektronikai termékkel foglalkozó gyártóközponttal rendelkezik, amelyek az USA-ban, Mexikóban, a Távol-Keleten és Európában találhatók. Az ajkai telephelyet és az ahhoz tartozó gyártási technológiát 2004-ben vásárolta meg a cég. A Bonsz Kft. Jogelődje Roof Kft. Néven 1990-ben alakult. A Bonsz Kft. Termékeit első, illetve másodszintű beszállítóként több mint 30 autóipari cégnek szállítja. Legfontosabb ügyfeleik közismert autóipari beszállítók. Vevőik üzemei túlnyomó részben Európában találhatóak, de egyre több terméket szállítanak a tengeren túlra is. A cégcsoport megalakulásának története igazi amerikai sikertörténet. I am Gordon Bourns. I am the chairman and CEO. A szüleim Dél-Kaliforniában, Pasadénában egy garázsban kezdték a tevékenységet 1947-ben, 68 évvel ezelőtt. Nagy pontosságú műszereket gyártottak, amelyek a radarok pozícióját és a repülőgépek magassági kormányát szolgálták, valamint magasságmérő műszereket is készítettek. Nagyon pontos, precíz munkát végeztek, magas hozzáadott értékkel dolgoztak, a vásárlókkal jó volt a kapcsolatuk, nagyon pontosan szállítottak, és mindezek az értékek segítették, hogy a vállalat nagyon gyorsan nőjön. 22 év múlva a szüleim meglepetten és nagy csodálkozással nézték az első holdra szállást. Az asztronauták műszerei között ott voltak a szüleim által gyártott műszerek is, például az oxigénszintet ellenőrző műszereket is ők gyártották. A repülőgépgyártásban alkalmazott értékeket vitték át aztán az automotorgyártásba is. A cég ma 68 éves, és nagyon sok új termék kifejlesztésén dolgozik. Mindig megpróbálunk odafigyelni arra, mire van szüksége a partnereinknek. Nagyon jó példa erre egy olyan szenzor kifejlesztése, ami érzékeli a kormány pozícióját, és azt, hogy mennyire fordítjuk el a kormányt. Ez a két érzékelő különálló volt a múltban, és nagyon jó példája a mi új fejlesztéseinknek. Jelenleg ez a legjobb, ami a piacon kapható. Jobb, mint bármelyik más ilyen termék. Ezzel az érzékelővel a kormányzás sokkal biztonságosabbá tehető. A jövőben is törekszünk arra, hogy a partnereink igényeit felmérjük, mi az, amivel jobbá tehetjük a termékeinket és az övékét. Jelen pillanatban 5000 alkalmazottunk van szerte a világon, 15 leányvállalatnál. Törekszünk arra, hogy minél több új munkahelyet teremtsünk, minél több új termékkel álljunk elő, hogy kiszolgáljuk a vásárlóinkat. Körülbelül 3 évvel ezelőtt határoztuk el, hogy új üzemcsarnokat építünk az új termékeink számára. Úgy gondoltuk, hogy ahelyett, hogy egy teljesen új telephelyet hozunk létre valahol Európában vagy Ázsiában, inkább kibővítjük valamely meglévő telepünket. Bővíthettünk volna még Mexikóban vagy akár Kínában is, de sehol nem állt rendelkezésre annyi hely, mint itt Ajkán, ahol akár 50%-os fejlesztést is el tudunk végezni. Az is nagyon sokat számított, hogy a magyar mérnökök kitűnő egyetemekről, kitűnő végzettséggel jönnek, emellett nagyon jól beszélnek nyelveket. Nagyon elégedettek vagyunk az ajkai gyáregység kitűnő teljesítményével. Jelenleg a 15 gyáregységünk közül az ajkai a legnagyobb. Megkérdeztük a tulajdonost, hogy milyen érzés beülni az autójába úgy, hogy tudja, hogy vannak benne olyan alkatrészek, amelyek az ő cégcsoportjánál készültek. Amikor hazamegyek és beülök a kocsimba, tudom azt, hogy vannak benne olyan alkatrészek, amelyeket itt Ajkán gyártottak. A kocsimban, ami egy Audi Q7-es, legalább 7 olyan alkatrész van, amit Ajkán vagy esetleg Mexikóban készítettek. A kormányérzékelők és az üzemanyagmérő szenzor készül a mi cégeinknél, és amikor megvettem a kocsit, tréfálkoztam az eladóval, hogy ha adok 7 ilyen alkatrészt, akkor kapok-e valamilyen kedvezményt. De azt mondta, hogy természetesen nem. Az ajkai gyáregység termékpalettáját különböző típusú szenzorok és potenciométerek képezik. Ezek az eszközök az egyenes vagy forgó mozgást alakítják át arányos jellé, amelyet egy elektronika fogad, illetve dolgoz fel. A termékpaletta magában foglalja a kormány és nyomaték szenzorokat, a különféle üzemanyagszintérzékelőket, befecskendezés vezérlőket, illetve a pillangószelepeket. Az elektronikus fék és gázpedálok sebességváltók alkalmazásával a gépkocsik biztonsága számottevően nő. Üzemanyag szükségletük pedig jelentősen csökken, például a pillangószelep, a befecskendezés vezérlő vagy a kipufogó gáz visszavezető szenzorok alkalmazásával.
Egyre több helyi beszállítót szeretnénk a meglévő értékláncba bekapcsolni. Jelenleg az új termékek fejlesztésénél, legyen az szoftveres, vagy pedig valamilyen termelőberendezés tervezése, legyártása, egyre több helyi ajkai, veszprémi céget bízunk meg ebben a feladattal. Azon kívül, hogyha termelési segélyanyagokat nézem, vagy pedig termelési alapanyagokat, akkor körülbelül 20%-a a magyarországi beszállító bázisunk most jelenleg. A termelési feltételrendszer javítását és bővítését szolgálja az az infrastruktúrális fejlesztés, amellyel egy közel 5000 négyzetméteres gyártócsarnok is létrejött a jelenleg is működő egységgel szerves egészet alkotva. Ezen a területen valósulhatott meg az új teszteljárások és labortevékenységek speciális igényeit kiszolgáló teszt- és laklabor. A Széchenyi terv keretében kaptunk támogatást, az összberuházás értéke 1,8 milliárd forint volt, és ennek a projektnek több alprojektje van, többek között új termékek kifejlesztése, új lakgyártás és lakfejlesztés, nyomatékszenzorok fejlesztése, különböző élettartam tesztek, tesztberendezéseknek a kivitelezése, és gyakorlatilag mindennek a növekedésének a kapcsán volt szükséges magának az épületnek a bővítése is, nem csak a gyártócsarnoknak, hanem a kiszolgáló egységeknek, úgy mint a raktárnak, élettartamtesztlabornak, különböző műhelyeknek, méréstechnikai laboroknak, illetve egy nagy irodaszárnyat is kiegészítettünk, bővítettünk a meglévő csarnokhoz, hisz rengeteg szerviz tevékenységet, vevői kapcsolattartást, pénzügyi könyvelést hoztunk át az elmúlt években különböző más bonds cégektől, és ezáltal gyakorlatilag maga a portfóliója a cégnek bővült. Glatfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára a május 7-én megtartott projektzáró rendezvényen elmondta, a fejlesztés kiválóan beleilleszkedik abba a trendbe, ami az elmúlt időszakban Magyarország gazdasági növekedésében megfigyelhető volt. A Bonds Kft.-nél megvalósult feldolgozóipari beruházás nagy jelentőséggel bír a gépjárműipar fejlődésében. A magyar ipar az elmúlt időszakban óriási növekedési eredményeket ért el, hiszen ha az idei márciusi adatokat hasonlítjuk össze a tavalyi márciusiakkal, ezek a legkésőbbi adatok, a legújabb adatok, amik egyáltalán összehasonlíthatók, akkor egy 11,6%-os ipari termelés bővülést tapasztalhatunk, és ebben meghatározó szerepe van az autóiparnak, ami részben jelenti magát a gépjárműgyártást, a gépjármű alkatrészgyártást, illetve a gépjármű elektronikai gyártást is. És hát ebben a nagyon gyorsan fejlődő magyar ipari ágazatban Ajkának kiemelt szerepe van, hiszen itt több ilyen gyártó is van, többek között éppen a Bornsz, aki éppen most hajtott végre egy jelentős beruházást, és reméljük, hogy ennek a beruházásnak köszönhetően nem csak a munkahelyek fognak bővülni, nem csak új kutatóállások jönnek létre, fejlesztőmérnöki állások, hanem jelentős mértékben fog bővülni a termelés is, tovább erősítve a magyar ipar teljesítményét. Az államtitkár arról is kifejtette a véleményét, hogy a fejlesztés hatással lehet az országon belüli munkaerő áramlásra is. Ajkán országos szinten, országos összehasonlításban is nagyon-nagyon alacsony a munkanélküliség, 3%, ami hát akárhogy is veszük, az gyakorlatilag már szinte azt jelenti, hogy nincs is. De ez egy strukturális munkanélküliség. A nyugat-európai szakirodalom szerint a 4% alatti munkanélküliség az valójában már nem létezik. Az egy átmeneti helyzet, hogy valaki elveszti, vagy fölmondja valahol a munkahelyét, és időbe telik, míg egy újat talál. Úgyhogy valóban gondolkozik a kormány azon, hogy azokon a területeken, ahol gyakorlatilag már megszűnt a munkanélküliség, viszont munkaerő hiány kezd kialakulni, és Ajka mindenképpen ilyen, ott hogyan tudnánk segíteni abban, hogy ez megszűnjön. Az országnak még mindig vannak olyan térségei, ahol viszont van tényleges munkanélküliség is. Következésképpen a lakásépítések és a bérlakásépítések, akár önkormányzati vagy vállalati bérlakásépítésnek a támogatásával reméljük azt elérni, hogy olyan belső mobilitást tudunk majd létrehozni az országon belül, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb munkanélküliségű térségekből az emberek átköltözhessenek oda, ahol a munkanélküliség már gyakorlatilag megszűnt, hogy ott aktívan részt tudjanak venni az ipari termelés növelésében, tehát általában is jobb megélhetést találjanak maguknak. Az Ajkai Bonds Kft. A cégcsoportban a gyártó tevékenység fejlesztésén túl a szolgáltató központ szerepét is betölti.
A vevői kapcsolattartó csoport mellett az európai pénzügyi könyvelési és nemzetközi logisztikai beszerzési, valamint az európai kereskedelmi szolgáltatások is Ajkán találhatóak. Míg a Bonds Kft. 2009. évi árbevétele 7,7 milliárd forint, létszámuk 414 fő volt, addig a stratégiai fejlesztéseket követően az évi 15%-os folyamatos bővülésnek köszönhetően a vállalat 2014. évi árbevétele 10,4 milliárd forintra, az alkalmazotti létszám pedig 550 főre nőtt. A több mint 1 milliárd 780 millió forint összköltségű technológiai fejlesztési beruházás és gyártócsarnok bővítés 2013-ban vette kezdetét. Az új gyártósorok kialakításához szükség volt a meglévő gyártócsarnok, illetve irodák bővítésére is, amely mintegy 5000 négyzetméteres növekedést jelent. Az épületbővítés környezetvédelmi, energiatakarékossági és ergonómiai elvek figyelembevételével történt, ezáltal is biztosítva a magas színvonalú munkakörülményeket. Az innováció révén a meglévő munkavállalóknak további szakmai fejlődést és karrier lehetőséget is sikerült biztosítani, továbbá a dolgozói létszám növekedésére is számítani lehet. Ahogy folyamatosan bővülünk, egyre több szakmunkás, betanított munkás, de magasan képzett mérnök és egyéb területen nyelveket beszélő munkatársra van szükségünk. Ezért is fontos, hogy erősítjük a kapcsolatunkat a Pannon Egyetemmel, a jövőre nézve akár a Műszaki Egyetemmel vagy más egyetemekkel. Szeretnénk minél több fiatalt, akár az ország más részéről is ide vonzani, ezt a szép és modern munkakörnyezetet gyakorlatilag fölkínálni és bővíteni velük. Vannak elképzelések arról, hogy elindul Ajkán a duális képzés, hogyan folyt bele a Bonds Kft. Ennek a megvalósításába? A Bonds Kft. Úgy, mint az helyi autóipari klaszternek is élenjáró tagja, mindenképpen támogatja ezt, hisz mi is azt látjuk, hogy a jövő a szakképzett munkaerőért, szeretnénk mi is minél több munkaerőt már a képzés gyakorlatilag alatt bevonni, megismertetni avval, hogy mit is kell tanulni, mi is az ipar igénye. Ennek kapcsaként mi is gyakorlatilag az alapító tagok között vagyunk, és mint egy előfutár, úgymond már a Pannon Egyetemmel, az informatikai karral meg is kötöttük a szerződést, ahol szeretnénk minél több tanulót majd gyakorlatilag ösztöndíjjal várni. Thank you.